Andóczy Balogh Éva Szeged egyik olyan személyisége, aki 1989 óta dolgozik a város kulturális életének fellendítéséért. Sokszínűsége a mindennapokban is megmutatkozik, de már tanulmányai révén is több út nyílt meg előtte. Fura területen dolgozom az intézményen belül is, meg kívül is, ha meg kéne fogalmazni, hogy mi a csodát csinálok, akkor talán azt mondom, hogy szálakat kötök össze, kezeket rakok egymásba. És azért ehhez idő, energia, türelem kell, de én úgy hiszem, hogy ehhez nekem van időm, energiám, türelmem, és valahogy előbb-utóbb elég sok kéz, amit én szeretnék egymásba tenni, az együttműködés miatt, az együtt dolgozás miatt, az valahogy összefonódik. Főiskolásként került Szegedre, majd szeretett bele a városba. Ekkor kezdődött a Szegeddel való szoros kapcsolata. Tanulmányai után a Szegedi Nemzeti Színházban kezdett dolgozni. A munka viszont néha nehezen összeegyeztethető a családi élettel, így döntést kellett hozzon. Korábban én a színháznál dolgoztam, akkor úgy hívták, hogy a színház szervezőirodája. Onnan mentem Gyesre. És amikor a kisfiam megszületett, vége volt a Gyes időszakának, akkor úgy végig gondoltam, hogy az anyaság és az a fajta munka, amit a színháznál kaptam feladatul, az nehezen összeegyeztethető. Akkor a Szegedi Nemzeti Színház sokat járt tájelőadásokra, vidékre vittük az előadásokat. Egy szervezőnek mindig kísérni kellett ezeket az előadásokat. Tehát anyaság úgy, hogy egy héten kétszer vagy esetleg háromszor elmegyek az ország más területére színházat kísérni, és hajnali 2-kor, 3-kor érek haza, ezt nem szerettem volna. Holott a munkát azt annak idején szerettem. És a főiskolán speciál kollégiumként könyvtárszakot tanultam, az akkori megbízott igazgató is tanított engem, és hát a Gyes végén vettem egy nagy levegőt, bejöttem ide a Somogyiba, és hát mondtam, hogy én szívesen változtatnék, és hogyha befogadnak, tudnak munkát adni, akkor én szívesen dolgoznék a könyvtárba. Hát ő befogadott, és akkor gyakorlatilag a könyvtári élet után minden kezdődött. A Somogyi Könyvtár gyermekkönyvtárában közel 17 éven át dolgozott. Ez az időszak meghatározó volt élete során, kisebb kitérőt téve az újszegedi pedagógiai központba került, ahol újabbnál újabb feladatokat kapva kamatoztathatta többek között a pedagógiai ismereteit. Az életemben volt egy csábítás, amikor is tananyagfejlesztő tímbe elcsábítottak, úgymond könnyű Katát táncba vinni, ha maga is akarja, már pedig én akartam. Úgyhogy a pedagógiai intézethez átkerültem, mindenfélét tanultam abban az időszakban. Nagyon jót tett nekem szakmailag ez a dolog. Tananyagot fejlesztettem, tréneri szerepeket kipróbáltam, tanultam, újabb diplomát szereztem, és amikor hát itt a könyvtárban kiírtak egy igazgatói pályázatot, akkor új igazgató került ide, és ő úgy gondolta, úgy döntött, hogy szívesen dolgozna velem, ismert engem ezen a területen, hát szívesen látna engem itt, tehát meghívott erre a feladatra. Gyermekkönyvtárosként fontos a gyerekekkel való megfelelő kommunikáció, hiszen ezen a területen a gyermekek szocializációja miatt, illetve a könyvek szeretetére való nevelése szükséges egyfajta kapcsolat kialakítása. Ha az ember tiszteli a gyereket, ha azt próbáljuk erősíteni, hogy érdekes legyen egy vele való találkozás, hogy őt érdekelje, hogy számítsunk az aktivitására, akkor ott biztos nem lesz fegyelmezési probléma, hanem valami csoda történik, és én szeretem az ilyen könyvtári csodákat, mert azt gondolom, hogy a könyvtárban sok könyv van, ez rengeteg tartalmat hordoz, akár meséket, akár történeteket, akár ismereteket, és ez mind alkalmas arra, hogy egy picit a gyereket erre felé csaljuk. A hosszú és kitartó munkáját elismerve a kulturális kapcsolatokat erősítő tevékenységéért 2015-ben Csongrád megyei Prima díjjal tüntették ki, illetve 2021-ben megkapta a Szeged kultúrájáért járó díjat is. Mind a kettő váratlanul ért, nagy örömet okozott, és azért, ahogy telnek az évek az emberen, azért tudja azt, hogy én vagyok a személy, aki ezt éppen aktuálisan megkaptam, de ezek szólnak a szakmának, szólnak az intézménynek ezek az elismerések. Mind a kettő nagyon-nagyon boldoggá tett, és nagyon büszke vagyok rájuk. Korábban, ugye a pályám elején még egy Kölcsey díjat kaptam, tehát gyakorlatilag ami díjakban kifejezhető elismerés az, de emellett az ember számtalan
kitüntetést és díjat kap, ami hétköznapokban van, amit nem hívunk annak, de valahol mégis azok. Ilyenek között például dédelgetek sok olyan könyvet, amelyeket nekem dedikáltak az ünnepi könyv hét szerzői név szerint, valahol ez is az. De gyerekkönyvtáros korszakomból olyan gyerekrajzok, amikor egy-egy foglalkozás után a gyerekek rajzoltak, és hát behozták ezeket a rajzokat. Mai napig is őrzök egy rajzot, ami egy ilyen gyerekfoglalkozáson készült, egy óvodás rajzolta, és hát látszik, hogy van egy felnőtt, és körülötte egy gyereksereg, és a felnőttnek a pálcika ujjai összeérnek egy kisgyereknek a pálcika ujjaival. Ez számomra olyan szép, és valahol úgy gondolom, hogy ezek a hétköznapok kitüntetései. Több kimagasló együttműködést köszönhet a Somogyi Könyvtár Andóczy Balogh Évának. Többek között neki köszönhető, hogy mára országos hírnévre tett szert az ünnepi könyvhét szegedi rendezvénye, valamint az is, hogy létrejött a Szegedi Képregényfesztivál. A legbüszkébb talán a színházzal való együttműködésünkre vagyok, mert úgy hiszem, hogy ez országosan egyedülálló, hogy egy ilyen kaliberű, közel 140 éves intézmény, mind a kettő hasonló korú, azt a döntést hozza meg, hogy ők támogatják egymás munkáját, és ez millió módon meg is mutatkozik. Erre országosan nem tudok, nem ismerek példát, mint ami Szegeden történik, és valahogy ezt a kölcsönös előnyök és kölcsönös érdekek mentén úgy sikerült kialakítani, hogy nem érezzük nehéznek, fájdalmasnak, vagy úgy, hogy ebbe veszteségeink lennének. Nyilván energiát minden kapcsolatba kell tenni. A magánkapcsolatokba, egy szülő-gyerek kapcsolatba, egy párkapcsolatba és egy intézményi kapcsolatba is akkor működik jól, és sokáig energiát rakunk bele. Én hiszem, hogy ebben mind a két fél tesz bele energiát. Nagyon büszke vagyok erre. A másik nagy büszkeségem a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködésünk, mert a profit és a non-profit szférának egy-egy különleges szervezete nyújtott kezet egymásnak, és nagyon sok szálon tudunk egymás előnyeire lenni, hiszen meg tudjuk mutatni ennek a különleges szervezetnek a gyökereit, a múltját, de kiállításokkal tudunk csatlakozni, dokumentumokat tudunk mutatni, ők felületet tudnak nekünk adni, például a Kamarai Futárban, ami az ő szaklapjuk, és azért nem olyan sok könyvtár dicsekedhet el azzal, hogy például 10 éve állandó dokumentumajánló rovattal jelentkezik egy kamarai szaklapban, ahol hát a kamarának a saját múltját, gyökereit mutatja meg. Konfúciusz megfogalmazásában. Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során. Én azt gondolom, hogy létezik az a bizonyos Csíkszentmihályi által megnevezett flow, amikor azt mondjuk, hogy valami fajta élénkséggel tudjon eltölteni bennünket a tevékenység, hogy valahogy próbálják megtalálni ezt az élénkséget a munkában, hiszen akkor nem lesz teher, akkor azt hiszem, hogy öröm lesz, meg felfedezés, meg alkotás lesz a munka. Úgyhogy kívánom, hogy mindenki bárhova megy, találja meg ezt.